Sziasztok, Balázs vagyok, és ez itt a Tarantula Farm. A mai videóban az Enciocratella olivace madárpókokról lesz szó. Származásájuk Tanzánia, életmódjuk fánlakó, opportunista üreglakó. A nőstények átlagos élettartama 10-12 év, a hímeké 3-4 év. A nőstények átlagosan 12-14 cm között mozognak, míg a hímek 10-12 cm-esek. Strand kategorizált őket először 1907-ben, viszont mit is kell róluk tudni? Az Enciocratella olivace egy gyönyörű, narancsos olivás árnyalatú, fekete színezettel rendelkező óvilági tarantula faj. Néhány fajra jellemző, hogy már attól is megkergülnek, ha csak elmész a terrárium előtt és támadó poszt vesznek fel. Ez alól az Enciocratella olivace sem kivétel, és bármikor kész harcolni, illetve marni, ha fenyegetve érzi magát, ezért a kézbevétel nem ajánlott. Marása nagyban hasonlít a Pterinochilus murinus tarantulákéhoz, azaz rosszul létet, szédülést, fejfájást, izommerevséget, duzzadást és extrém fájdalmat okozhat akár napokra is. Érdekességei közé tartozik az is, hogy azok közé a tarantulafajok közé tartozik, amik nem rendelkeznek spermatartóval. Igaz, nincsenek túl nagy igényei a tartással kapcsolatban, viszont ez a tarantula sok tapasztalatot igényel póktartás terén. Kezdő fajnak semmiképpen nem ajánlom, és kezdő óvilági fajnak is csak akkor, hogyha megfelelő mennyiségű információval és tapasztalattal rendelkezel. Tartásával és életmódjával kapcsolatban kisebb problémákba ütköztem, mivel nagyban megoszlanak a vélemények arról, hogy fánlakó vagy üreglakó életmódot folytatnak-e. Testfelépítését figyelembe véve inkább üreglakónak mondanám, és sokanaként is tartják, viszont gyakran említik fánlakó, illetve bokorlakóként. A legjobb opció talán az lehet, hogyha mindkét lehetőséget megpróbáljuk számára biztosítani. Térjünk is rá a tartásra. A kis pókot még érdemes egy kisebb dobozban tartani, egy műanyag doboz félig feltöltve föld, kókuszháncs és maha keverékével tökéletes erre a célra. A talajréteget mindig enyhén nedvesen kell tartani, és legyen nála itatótálka. Egy kupak megfelel a számára. A kis pókok még általában üregetásnak, ez viszont később változhat, de egyelőre a búvóhelyeket is szeretik felhasználni. A kisebb madárpókok még igénylik a melegebb hőmérsékletet, 24-26 Celsius elég nekik. Ha kinőtte a dobozt, jöhet a költöztetés. Etetésre heti egy-két alkalommal lisztkukacot, mikrotücsköt vagy röpképtelen legyet ajánlok a tarantula méretéhez igazodva. Ha esetleg az etetőállat akkora, mint a pók, akkor ajánlatos megölni, mielőtt odaadod neki. Vedlés után 3-4 napig nem szabad megetetni, ugyanis ilyenkor könnyen megsérülhet. Ha nem ette meg az ételét 24 órán belül, akkor a gomba és a penész elkerülése érdekében vegyük ki az ételt, vagy ami megmaradt belőle. Egy szubadult tarantula számára egy 20x20x20 centis terrárium tökéletes választás. Ez a méret már jóval látványosabb és szépen be is lehet rendezni. A kis póknál említett földkeverék neki is jó, a terrárium harmadáig feltöltve, és pár ágat is betehetünk, hogy látványosabban tudják behálózni a terráriumot. Az itatótálka lehet nagyobb méretű, viszont egy minimális párásítás még itt is szükséges. Búvóhelyeket szívesen használja. Ennél a méretnél már elég a melegebb szobahőmérséklet, 21-23 Celsius fok, etetésre pedig egy-két hetente kedvencünk potrohának méretéhez igazodva 2-3 kisebb tücsök tökéletes. Vedlés után átlagosan 8-9 napot ajánlott várni a következő etetésig, a maradékot nála is érdemes áttakarítani. Egy adult madárpók számára egy 30x30x30 centis terrárium megfelelő. A talaj nála is egyharmad részig legyen feltöltve föld, kókuszáncs és moha keverékével, így ha esetleg leesik, nem fog megsérülni kedvencünk. Pár búvóhelyet és ágat sem árt berakni, hogy könnyebben tudja kialakítani lakhelyét, de az aljzat mennyisége miatt marad elég helye üreget is ásni. Természetesen neki is kell itatótálka, viszont párásítás már nem. Ettől függetlenül, ha egy kicsit túlcsordul a víz a tál újratöltésekor, az nem probléma. Etetéshez mérettől függően havonta 2-3 sáskát, 4-5 tücsköt, esetleg egy-két csótányt ajánlok. Ha nem ette meg, akkor az etetőállatot érdemes kivenni, nehogy a madárpók megsérüljön. Vedlés után 11-14 napot ajánlott várni a következő etetésig. Nagyon kicsi az esélye, de előfordulhat, hogy nem eszik egy ideig. Ilyenkor nem kell megijedni, ez néha megesik. Ha ez bekövetkezne, akkor hetente megpróbálhatunk enni adni neki, de ekkor sem szabad napokra bent hagyni nála az ételt, mivel nagy eséllyel a közeledő vedlés miatt nem mutat érdeklődést a táplálékszerzés iránt. Ha vedlésnél bent marad a tarantulán, egy jelességállat, az könnyen stresszelheti, megsebesítheti, vagy akár meg is ölheti az ilyenkor védtelen pókot. Remélem tudtam segíteni a videómmal. Ha tetszett, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Ezen felül ne felejtsd el lecsekkolni a leírást, ahol további érdekes linkeket találhatsz, többek között a honlapunkat, illetve a Facebook oldalunkat is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!